sziasztok, Wiser vagyok, és nem tudom, mi ütött belém így reggel 6 óra 19 perckor, mert ilyenkor legalább van lehetőség marad, hogy csendben videózok, hogy ezzel játszok. Kérem szépen, ez a Fighter Street 6 12 Peoples nevű játék. Tipikus Koni színvonalú játékról beszélünk. Nos, most egy kicsit megálltam a videót. Aki nem tudná, mi ez a Koni, kérem szépen, ez egy 1992-ben alakult cég. Mégpedig Yoko néven alkottak eredetileg. Nos, Yoko néven is készült egy pár verekedős játék. Például a Mortal Kombatból is csináltak, ha jól tudom, mert volt egy olyan Mortal Kombat, amikor a Common Nintendo-n a 90-es évek végén, hogy emlékszem, hogy egyszer egyedül voltam itthon, és végigjátszottam, és a végén kiírta azt, hogy Yoko. Hülye emlékek, tudom. És ugye a 90-es évek közepén, 94-95 tájékán nevet váltottak, és hihetetlen módon esett a videók. Milyen videók? Miről beszélek? Ja, magamról kezdtem el majdnem beszélni. A játékok színvonala. Ez egy kitűnő példa rá. No. Választok egy karaktert. Legyen. Hú, kivel szoktam. Hú, tényleg 12 karakternek tűnik, hogyha... Aha. 12. Ja, és kérdeztetitek, mi az az ABC. Így oldották meg, hogy egy karakterbe kiférjen az, hogy 10, 11, 12, mert egy 16-os számrendszer. Cselesek. Menjünk Kennel. Itt Értitek, itt erre bezzeg vették a fáradtságot, hogy ilyen hülyeséggel töltsék ki a mérkőzések előtti képernyőt, amikor ugye megy ez a nyitó zene. Jó. Oké. Na. Hogyan lehet ezt a játékot megnyerni? Hát nem úgy, hogy ütsz a levegőbe, mint egy idióta, hanem... Hú, kicsikét... Na, várjunk. Melyik gomba csinálja azt, amit kéne. Nem tudom, előhoz ezt a... Most kicsit lefagytam. Ha lenne egy olyan kérdésem, hogy... Hogyan lehetséges az, hogy... Nem volt energiám. Nem volt energiám, és mégis kibírtam még egy extra 2-3 találatot. Kérem szépen, ez tipikus igénytelen videójáték minőségre val. Nem érdekel, hogy szép a háttér. A Rise of the Robots-ban is szép volt a háttér. Mégis ez egy szarjáték volt, és tök jó, hogy így magától mozgat vissza a játék, hogy ne csaljak, ne legyek túl közel Ryuhoz. Vagy Ryuhoz, tök mindegy, és spammeli ezt az erős mozdulatot, amit szerintem úgy kéne előhozni, hogy A, B egyszerre lenyomva tartani, más játékokban ez általában itt szokott előjönni, és szorok rá, mentek közben, mert most, hogyha már itt vagyunk, végigjátszom. Igen. Úgyis ritkán csinálok verekedési játékról végigjátást, de akkor most megcsinálom. Ósz, figyeljetek, hogy spammeli a felütést. Az ott hogy talált el? Igen, most belemetettem, nem érdekel. Aha, érdekes az AI, mit nem mondja. Elkezdi megint spammeli a mozdulatokat, hihetetlen. Azért választottam egy ilyen... Ezt, mert ebben kevés a karakter, és ez viszonylag gyorsan megoldható. Mondom, spammeli a mozdulatokat, ez... Nem tudok előre ugrani, ez még jobb. De nem védekezz, hanem ugorj hátra! Na, itt megint elmentjük. Ez az.
Itt van azt hiszem, azt kírja azt, hogy Victor. Vagy Victory. Ha, ha. Very easy. Congratulation. Nem tudom, hanyasok voltak angolból. Oh, Istenem, Honda még jobb lesz. De a congratulation nem úgy írják, hogy congratulation. Ajaj, emlékek a Xinjiang Wuxi-ból, ott is ugyanezt csinált az egyik karakter. De legalább így a ható körébe be kell kerülnöm, és akkor... Hát ha mákon van, akkor én nem sebződök, ő meg igen. Automatikusan két mozdulatot spammel végig. Ez annyira nevetséges, és az is, hogy... Úristen, csinált még egy mozdulatot! Atya úristen! Honda fejlődik! Nem tudom, hogy mivé. Hát ez amúgy nagyon érdekes, most nem a szabad csak szoborra gondolok, hanem arra, hogy fehér az ég. És sárga a nap. És... mi ez? The motherfucking háttér is kinézni, mint ein idiot. Gyerünk, Vén, mindjárt legyőzött Hondát! Gyerünk! Gyerünk! Még egy ütés, vagy tök mindegy ütés, rugás, ebben a játékban minden kinézhető bárminek. Ha, ha, very easy. Congratulation. Ú, ne, jaj, ne. Ezzel a karakterrel bajok lesznek. 3, 2, 1, spam. Ez az, betriggereltem a helyben ugrást, zsír, akkor így könnyebb lesz. Mert hogyha elkezdi hogyha ezt elkezdi spammelni, akkor esélyed nincs. Az tök, hogy így leesett, és így előre pattant még egy párat, de hogy, azt nem tudom. Most képzeljétek azt, hogy az irányítás is alig reagált. Tehát nem valami responsív, hanem így magától... Ajaj, tehát magától mozgat előre-hátra néha. Ilyen fos, trehány irányítást, verekedés játékban, miközben meg most vettem észre, hogy kírja azt, hogy round 1, tehát round 1. Ez az első menet a játék szerintem, akkor ez már szerintem a második. Ajaj. Valahogy ott be kell vállalnom egy sebződést, hogy el tudjam találni. És mi? Nem tudok, egyszerűen nem reagál. Nem tudom, miért ütött annyira hátra, az ott mi volt. Így bevillant így az áramszarság sprite a képenyőn keresztül. Most a tehet láttam én közben, vagy nem? Hoppá. Gyerünk, azaz. Hát szar ez a játék, szóval én is ilyen szarságokhoz folyamodok. God damn it! Pite mindenedet, egy találat még. Nem tudok hátra menni. Látjátok? Csak így Kent szagolgatja a hónalját. Tudom, hogy védekez. Van egy jobb ötletem. Aha, kiasztáltam ezt. Itt tök egy másodperc maradt az órán, de azért már befejezi a mérkőzést. Ha, very easy, congratulation. Na, ki emlékszik erre a karakterre? Zangief? Mi a fasz? Mi az? Hát Zangief, nem is értem, hogy mikor lettél te ilyen MEF8ABC. Ráadásul Ken képét használták a képe. Nice. Ez nem is Zangief, ez Glitch Gif. La Glitch Gif. La Glitch Gif. La Glitch Gif. La. Na, akkor Glitch Gif. TUVWXY. Glitch Gif eddig egész jó. Néha így ki tudom magyarázni, mikor forog meg így csinálja azt a spammelő, meg hátradobó mozdulatot, mint most is. Ez csalás.
nem hagy fölkelni. Ez konkrétan csalás volt. Sarokba szorított, én pedig azért hagyok neki esélyt, hogy fölkeljen legalább. Úgyhogy... csalás! Na, megint kezdi, figyeljétek! Ez szánalmas. Azt hiszem megvan a játéknak a gyenge pontja. Ajjaj, elbasztam, elbasztam, nem volt elég jó ritmus érzékem, beszarok. Ne. Na, talán most meg lesz. Azaz, figyeljétek. Felugrik. Nem baj, mert ő is sebződött ezzel. Fuck! Problémák vannak, Houston! Problémák vannak! Gyerünk hátra, gyerünk hátra. Ez az, Glitch Cliff. Nem fognak győzni, Glitch Cliff. Mi ez, hogy elmehetsz találni? A fenébe! Fuck! Nem. Nem fogok ezzel a játékkal többet szenvedni. Nem akarom, hogy ti is többet szenvedjetek, mert ez egy akkora fos. Nem értem. Jó. Tudom, hogy lesz amikor neked ez mész részitek. Ez egy fos játék, én nem akarok tényleg... Nem akarom azt, hogy szenvedjetek így 3 órát, ez, és most azt nem észre, hogy a háttér az ugyanaz, mint az előbb, csak most sárga, és van néhány ilyen egy pixeles csillag. Ha, ha. Very easy. Congratulation. Nem mondod, hogy kiakadt a játék. Esküszöm, hogy én ezt nem direkt csinálom. Hát, legutóbb is, ha jól emlékszem, ugyanezzel az emulátorral játszottam végig a Street Fighter 6 12 People's-t. Valamikor 5 éve. És kiakad a játék? Rohadjál meg ott, ahol vagy! Most kérdezem, hogy ez végigjátszásnak tekinthető-e? Kiakadt a játék? Ez a bad ending. Kész. Köszönöm szépen a figyelmet. Tudós táska, sajtos kifejtés, fosperet. Sziasztok. Saints Row 4 még mindig eladó 10 000 forint, Xbox 360-ra postaköltséget állom. Na bye.